Dávid professzor úr, tartsa meg az előadását. Mondhatja, csak szólj hangosan. Szükséges az űrben kutatnunk olyan élőlények után, amelyek a leginkább különböznek az embertől, és rendelkeznek bizonyos fokú intelligenciával. Elég, ha lemerülünk a tenger mélyre, és megtaláljuk őket. Három szívük, kék vélük és 8 karjuk van. Színük változtatásával kommunikálnak egymással, tapadó korongjaikkal fognak, és fülökhajtással közlekednek. Némelyikük igen változatos formákat képes felvenni. Áldozataikat lesből támadják meg, és pillanatok alatt végeznek velük. Ezek az állatok a pulipok és tintalok, amelyek hódék az óceánok fenekén. Nagyon ügyes, hogy még valamit tudsz róluk mondani? Testük hány százalékát veszik szerintem? 2%-át szedik fel, ez olyan, mint egy ember minden nap 2 kilót ízna. És amikor a polip kivette a búvár szájából a valamit, az hogy volt? Redoktor. Aha, és azt el tudod mondani? Nem. Már elfelejtettem. Értem. És a Murinával találkozást? Azt még el tudom mondani. Na rajta. Nehéz eldönteni, ki kerül ki győztes ebből a harcból, de bizonyos szempontból mindkét fél jól jár. A muréna a polip egyik karjával távozik, de a polip élve megoszta a találkozást. A vadászat nem csak a leendő áldozató számára veszélyes, hanem zsákmánykereső polipnak is. Az egyik halálos ellenség a lesbőre támadó muréna. Nehéz eldönteni, ki kerül ki győztes ebből a harcból, de bizonyos szempontból mindkét fél jól jár. A muréna a polip egyik karjával távozik, de a polip élve meghúzta a találkozást. A csonkban a méretények amutánikosan elkodnak is. Néhány percben lőlték, a letépett kar újra kéne. A polipok hihetetlenül rugalmasak. Mivel egyetlen csont sincs a testükben, a legfurcsább alakzatokat tudják felvenni, és a legelképzelhetőbb helyekre is felmásznak. Például ebbe az üvegbe. Az üveg száján látszólag abból 2 karér sem fér bele, hogy az egész állat. A mutatvány egyetlen sarkalatos, hogy át a polip szilárd állkapcsa jelenteti. Sikerült? Oda ment biztonságban. Előfordul olyan is, hogy kénytelenek üvél fal mögül kénytelenek léteni a világot. Ezek mi? Tapadó korongok. És a csendes óceáni óriás polip a szíjánpeli akvárium egyik lakója. Bárki betérhet ide, aki érdeklődik a víz. Ennek a példánynak mint 1600 tapadó korongja van, mind olyan érzékeny, mint a mindjárt. A tapadó korongban található sejtek 3 csoportra hozhatók, tér, nyomás és ízérzékelő sejtekre. Ez olyan funkciót láttál, mint ami ízlelünk. Az ízlelőbünkből parányi szőrszálak állnak ki, amik a vízben, levegben érzékelik a árgódó vegyi anyagok jelenlétét. Egy-egy tapadó korongban úgy 10 000 értékes sejt található, tehát a polip egyetlen karján több mint 2 millió van belül. A polip buktestét jól fejlett idegrendszer rendelkeznek. Ez azért meglepő, mert közeli rokonságban állnak a puertestőekkel, a kagyrókkal és a csigákkal, amelyekről ugyanaz az állítás nem mondható el. A puertestőek, a polipok és tintahalok egy közös hőstől,
a Tapanú tengercsikától származnak. 400 millió év alatt az ősi Tapanú tengercsikák a tengerfenéken sodródó hulladékokkal táplálkoztak. Nagyon lassan mozogtak, és ellenségeikkel szemben csupán a csigaház vitte őket. Idővel azonban Gázol Deni kamrácskával bőzült a házuk, és így lehetővé vált, hogy tóba leverjenek. 200 millió évvel a csigaházak új alakokat vettek fel, többek között virágosan feltekelettek, és méretek is jelentősen változott, akár ennyi társa is menőhetnek. Ezek az állatok az úgynevezett amundinták népesítettek be a tengermélyét. Amúgy milyen lehetett az az állat, amelyek ezekben a csigaházakban lakott, azt pontosan nem tudjuk. Valószínűleg ugyanúgy mozgott, mint a ma élő Nautilus. Ez a kagylós fejlábú állat, ki 100 millió évvel él a mélyben. 100 millió évvel tovább sikerül felmaradni, amit rokonainak, az ammonitáknak. A nagyobb ragadozók pusztították ki őket. Vajon még a föld klímát változás előtt? Meghagyták a gyorsabb is, és majd kék anyag beveteinek. Ottint a halak őseinek. Ezek az állatok karjaikra ragadtak meg zsákmányokat és hosszú izmos tetszőket mi is megtartotta. 400 fajt különböztetünk meg, köztük a legkisebb, hogy néhány centiméter opálfényű tintal, ami egy csendes óceán keleti részében él. A Humboldt tintal ezzel szemben a 2 méteres nagyságot is eléri. A humboldtok rettenetesen folánkok, minden kisebb testű állat az azonnal megtanulnak. Táplálkozás közben testük villódzó neonfényből sár ki magából. Hát én nagyon ügyes vagy. Én beszarok. Hogy van ennyi minden, mert még mindig nem hagyta a bagyusz, hogy most termékeny, most veszem. Jó, akkor veszem. És amikor szokták úgy is, hogy az óriás tinta alak megtámadják az ábrászedeket, mert gyakran találtak tapadókon nyomokat ezeknek az állatoknak a száján, úgynevezett fején. Az ábrászedek gyomorgattal még kábul esznek az ábrászedek, ők ették meg a tinta alak. És amikor a bácsitól, a búvár bácsitól mit csinált, amikor csak kíváncsi volt és el akarta venni a reduktort? Nem akarta elvenni, csak elvette egyszer és visszaadta. Engedelmesen visszaadta? Igen. Jól van. Ezek az élőlények annyira különböznek az embertől, hogy néha az is kép sorának tűnik, hogy azon a bolygón élnek ők is, mint mi. Fantasztikus élmény már azokra, akik hajlandóak lemerülni a tengerfenekére, hogy jobban ismerjék ezeket a különböző utakat. És a végén mondtam el azt, amit elfelejtettem. Na mondjad. Aki a mélyben kíváncsiskodik, könnyen összetalálkozott. Csendes óceán, Washington állam partvidéke. Aki a mélyben kíváncsiskodik, könnyen összetalálkozott. Ezek egy óriásával. A csendes óceáni óriás klipok akár 9 méteresre is megnőhetnek, és tömegük elérheti a 300 kg-ot. Ezek az állatok lehettek a régi óriás tengerszajnak szóló megszületői. Megtámadták a búvárkat. Körbefonták őket tapadókorongokkal felszerelt galjaikat, és addig tartották őket a víz alatt, amíg meg nem fulladtak. Itt azonban most nem ez történik. Ez a blip csak kíváncsian tanulmányozta a búvár furcsa teremtményt. Érzékeny tapogató szerveivel próbál információt szerezni. Kiúszta a búvár szájából a radoktort,
de aztán engedelmesen visszaadta bármire is volt kíváncsi, azt úgy tűnik, mert tudta is most eltűnik a mélyben. A kérdés azokban, hogy vajon mi tudunk róluk a pulipokról. A pulipok többi fajtája pontosan kisebb, mint az óriás pulip. Ezek is puha testűek, és tömire elrejtőznek a fenéken. Elbújnak a nagy halak és a tengerimlősök elől. Ha vadászni indulnak, gondosan átszázzák magukat. Ez a taktika csak részleges figyelmet, teljesítettségot nem. Ráadásul nem csak a pulip folyamodik ehhez a módszerhez. Ennek a skorpiónak túl nagy vár volt ez a pulip. A vadászat nem csak a leendő áldozatok számára veszélyes, hanem a szemkereső pulipnak is. Az egyik halálos ellenség a lesből támadó bulina. Nehéz eldönteni, ki kerül, ki győztes ebből a harcból. De bizony a szemot vonni két fiú.